háznak a hölgyek. Jó, forog. Forog? Uh-huh. Bemutatkozást kérnék szépen. Vargáné Darabos Márta vagyok a Lakiteleki 5-ös iskolából. Pádár Erzsébet vagyok, szintén a Lakiteleki 5-ös iskolából. Együtt dolgozunk, együtt tanítunk. Lakitelek, vesd vele magad. Milyen volt ez a program? Hát, amilyen nehezen indult, annál eredményesebb lett a végére, és nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ebbe a programban. Iskolánk egy volt tanulója volt az, aki felajánlott egy csomó vetőmagot nekünk, bejött az osztályba, igaz, testnevelés óráról kellett kijönni, de mégis nagy örömmel fogadták a gyerekek. A szülők támogatóak voltak, minden kisgyerek csinált kertet, és csináltuk a feladatokat, még többet is, mint amit kellett volna, és nagyon nagy élmény volt nekünk is, meg a gyerekeknek is. Mit tapasztal? Közösséget formál ez a program? Tudatos életformát ad a gyerekeknek? Mi ez egyáltalán? Igen, mindenképp a közösségnek nagyon jót tett, közös élményeket szereztek, együtt mentünk farmlátogatásra, Szolnokra, a közös vetélkedőre, és hát mindenképp értékeket is közvetít, ugyanis hogy az egészséges életmód, ez nagyon fontos a gyerekeknek, és itt, igen, mint ahogy mondtuk a beszélgetésben is, hogy voltak életében, vagy nem először, de ő először kóstolta meg a zöldséget, vagy hát úgy magától, tehát hogy nem, hogy kényszerítették a szülők vagy a pedagógusok, hanem ő döntött úgy, hogy ő is megkóstolja a közösen készített zöldségételeket. Itt a beszélgetésben említette, hogy nagyon érdekes ez a dolog, amikor a saját maga által termelt zöldséget fogyasztja a gyerek. Faluhelyen is tényleg ekkora kérdés ez? Igen, faluhelyen is nagyon nagy kérdés ez. A gyerekek nem nagyon ismerik a zöldségeket. Eleve a főtételek iránti érdeklődés alább hagyott az utóbbi években. A nagymamák főztje még az, ami hiányzik. Esetleg a nagymamánál eszik az igazi finom főtételeket. Tisztelet a kivételnek, mert azért vannak olyan szülők, akik nagyon igényesen főznek. De vannak olyan gyerekek, akik sajnos nem nagyon jutnak vitaminhoz, hogyha nem kényszerítik rá a felnőttek. Mondta, hogy önnek is van egy gyereke, aki részt vett ebben a programban. Ez nem csak pedagógusnak, hanem szülőnek is plusz feladatot ad, nem? Igen, mindenki, főleg annak, akinek előtte nem volt kiskertje, mert azért tényleg volt olyan, aki a füvet áldozta föl és fölásta, és ott kertet, mert hát mindenképp egy mindennapos törődést igényel, és vagy a szülő, vagy hát próbált a gyereket is rávenni, hogy ő is törődjön minden nap a kiskertjével, mert csak akkor lesz termés meg igazán. Akkor lesz sikeres, hogyha minden nap foglalkoznak vele. Azt is említette, hogy kár lett volna ebből kimaradni. Mit értett ezen? Hát nagyon nagy szerepet szánok annak, hogy a gyerekek ismerjék meg az egészséges életmódot, mert az én példám, a saját példámból adódóan tudom, hogy mekkora nagy jelentősége van annak, hogy kicsi gyerekkortól kezdve tudják, hogy mit, hogyan és mivel kell enni. És tapasztaltam azt, hogy a gyerekeknek egy jó része nem is ismeri a zöldségeket és a gyümölcsöket, és így a saját termés meg nagyon-nagyon szívesen meg elfogyasztják. Több gyerekünk van olyan, aki most a program kapcsán szerette meg a retket, vagy szerette meg a tököt például. Folytatást hogyan látják? Milyen problémák lehetnek, hogy a program netántán ne folytatódjon? De ha folytatódik, akkor hogyan? Gondolom, vannak tanulságok, vannak olyan levont konzekvenciák, amit lehet, hogy másként kéne csinálni. Mindenképp szeretném folytatni, és főleg a gyerekeket kérdeztük, minden gyerek azt mondta, hogy szeretné folytatni, esetleg más növényeket, egy zöldséget is kipróbálnánk. Hát nekünk inkább a technikai részével volt problémánk, de hát azt megbeszéltük, hogy meg lehet más úton is oldani, internet hozzáférést, azon postai úton is el tudjuk juttatni az anyagot, amit esetleg eddig nem tudtunk, mert interneten nem sikerült. Beszámolót kellett a gyerekeknek készíteniük, itt fogja a kezébe azokat a gyönyörű rajzokat. Mindenki elkészítette, mindenki lelkes volt? Mindenki lelkes volt, aki csak az iskolába érkezett. Nagy örömmel írta a VBM szervezőinek, hogy a Vesd Bele Magad mozgalom szervezőinek a levelet, amiben leírták, hogy miért is tetszett nekik ez a program. Esetleg részletet is lehetne olvasni belőle? Szépen. Szeretném leírni, hogy mi tetszett nekem a legjobban. Én amióta kertészkedni kezdtem, sokkal többet eszek zöldséget és gyümölcsöt. Nagyon szeretek kertészkedni.
Először felástam a kertet, utána beletettem a földbe a magokat, betakartam földdel, utána apukám megtrágyázta. Én meg anya meglucsoltuk a földet, gerebjéztünk, gyomlátunk. Amikor kikeltek, akkor apukám főzött belőle levest is. A borsóm is kikelt, apa csinált borsófőzeléket. Nagyon szeretnék még kertészkedni, remélem még lesz második forduló is. És akkor van egy rajz, és ez Tóth Márk Imre, egy fiatal ember írta. Megmutatjuk. Így van. Most magát is, mindjárt. Mehetünk? A legjobban talán a locsolás tetszett, de nagyon jó volt az is, amikor elkezdtük elvetni a magokat. Nagyon megszerettem a retket, pedig azelőtt nem szerettem. Az iskolában is rengeteget beszéltünk arról, hogy milyenek a kiskertek. Csináltunk a tök leveléből dudát, és rengeteg finom ételt is csináltunk. Anya például borsóleves csinált. Nagyon szeretném folytatni a kertészkedést, ezt Németh Dorka írta a lakitelekről. Köszönjük szépen, bemegyünk, hogy ne fázzunk meg, és mindeniket majd fölvesszük. Jó? Van, 24 van. Jó. De mondjuk nem mindegyik jár.